Nagyon fontosnak tartám, hogy a szülők, hogyha erről tudnak, őszintén beszélni a gyerek, az nagyon fontos lenne. Én azt gondolom, hogy amit nekem a kliensek elmondanak, ha annak fele igaz, hogy mi megy a szórakozóhelyeken, akkor én így néha így nem mutatom, mert próbálok pókerarcot vágni, de elszörnyedek, hogy mennyire jelen van a szem, milyen mértékben van jelen van, és milyen fiatalokat éri. Ma már boldog békéidőknek hívhatnánk azokat az éveket, amikor vegytiszta drogokkal álltunk szemben, mondta Kálóczi Andrea, a Révszenvedélybeteg Segítő Szolgálat vezetője. Ma már olyan szerek vannak a piacon, melyek hatásmechanizmusát sem ismerjük pontosan, hiszen az összetétel folyamatosan változik, tette hozzá. Emellett a kipróbálók is egyre fiatalabbak lesznek. Ma már nagyon könnyen beszerezhető bármilyen drog, és nagyon gyorsan függőséget is okoznak, és fizikailag is előbb tönkreteszik a szervezetet. 15-13 az ma már olyan nagyon nem lepődünk meg, hogy valakivel olyan mértékű problémák vannak, ami lehet, hogy még nem a függőség, de bizony családi nehézségeket, tanulási nehézségeket, baráti kapcsolatokat abszolút érinti. Tehát bizony egyre fiatalabb életkorban, hát azt mondhatom, hogy talán nyúlnak is hozzá, illetve hogy keresnek meg bennünket. A szexuális adatokat is csak becsülni lehet, mondja Kálóczi Andrea. A függőknek az aránya az több száz főre tehető, a kipróbálóknak az aránya az meg több ezerre. A legnagyobb gond, hogy nincs folyamatos prevenció, az iskolák nem futtatnak rendszeresen megelőző programokat. A helyzeten kíván segíteni Szexárd város önkormányzata. Amit a város tenni tud, a prevencióra pénzt szán. A prevencióra mi elkülönítettünk 3 millió forintot, a költségvetés tárgyalásakor az én módosító javaslatom volt, hogy ezt az összeget különítsük el egy drogprevenciós kiállítás megrendezésére. Ez hát már 2 éve húzódik, de sajnos a Covid ugye közbeszólt, úgyhogy ez idén ősszel, ha nem lesz vírushelyzet, veszélyhelyzet, akkor megrendezzük a kiállítást, és ezzel a kiállítással egy interaktív prevenciós kiállítással több száz gyereket fogunk tudni megszólítani. A kiállításra várhatóan az iskola kezdést követően szeptember végén, október elején kerülhet sor.